Na szevasztok, folytatjuk Dániel kalandjait. És a palota után megnézzük Bábel tornyát, amit egyébként elég sok FPS-ben alkalmaztak. Megnézzük, hogy a Painkiller alkotói, a lengyel People Can Fly hogyan képzelte el Bábel tornyát. Los kids! Töltőképernyő. Oda néz, micsoda égbolt. Aha, éjszaka van, szép csillag. Csillagos égbolt. Jó, na várjál! Mi itt a feladat? Finezi die ganze Munition. Ez mondjuk, hogyha nem lesznek nagyon elrejtve, itt a játék azt mondja, hogy az összes, a pályán lévő összes muníciót vegyen föl. De hát ugye csak akkor tudunk fölvenni muníciót, ha nincs kimaxolva, de hát most az nem gond, egyet lövök és ugye föl tudom akkor venni. Csak a kérdés az, hogy vajon lesznek-e nagyon elrejtve muníciók valahol. Na majd meglátjuk, itt 237 darab ellenfél lesz. 4 darab páncél, aha. Meglátjuk, meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Igen. Ez a zene sem olyan rossz amúgy. Eddig tartott. Mi? Ja, hogy... Ja! Mi az anyátok minden... bocsánat. Úgy értem, azt a kutya meg a macska. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Kell egy kis életet tölteni, amíg nincs pajzsunk, addig nagyon könnyen sebeznek, ugye? Addig minden egyes lélek nagyon-nagyon fontos. Megvagy! Ha például azokban a tornyokban fönt ott lőszer van, akkor nem biztos, hogy fel tudom venni majd mindet. Meglátjuk, hát igyekszem felvenni mindet, de... Meglátjuk, hogy alakul. Nem vállalok garanciát rá, hogy sikerül... itt van egy pár robbanó hordócska. Már kezdtem aggódni, hogy hol maradnak. Nem. Jó, hogy gránátom sincs, jaj, de jó. Aha! Utolsó pillanatban. Ott van egy pajzs. Páncél, ahogy tetszik. Hopsz! A mindenség itt! Az kösz szépen, ugye? Nem! Hagyjatok el! Aj, de utálom ezeket!
Mi? Kedves játék! Azért kösz szépen! Aha! Kijelentem országvilág előtt, hogy gyűlölöm ezt a pályát. Ez nagyon alattomos. Hát konkrétan a páncél nélkül itt úgy meddöglöttem volna, mint annak a rendje. Na, már valami. Gondoltam, hogy azért viszonylag el lesznek rejtve a lőszarok. Nem véletlen az a feladat. Aha! Semmi. Vissza akarok menni, meg akarom nézni, hogy van-e gyógyító lélek valahol itt lenn, földszinten. Mert arra nem emlékszem. Itt hagytam volna egyet, nem, nincs. Várjál! Micsoda rejtett zugok vannak itt-ott. És nincs több fagyasztom! Imádom! Na jó, elegem van belőled! Azt a mindenit! Hogy estem le? Ne akarjam megérteni. Jó, azon a repedéses izé nem kellene sokat ugrálnunk, ugye? Na végre! Öha! Figyelj, mi van ott? Ott egy gyógyító, ó, az kell nekem. Mindjárt be, itt kell tovább menni, mindjárt. Türelem. Aha. Na, jár csak. Nem! Ne! Majdnem leestem. Na? Azt a... Na, és leesik. Hát ez hihetetlen. Ilyen problémák vannak a... az ugrás mechanikával, az nagyon-nagyon, de nagyon nem tökéletes sajnos. Ne esd le, hát nem igaz. Ah, na végre. Lehet, hogy onnan egyszerűbb lett volna oda leesni, mi? Megint a nehezebb utat vá... Azt adtam főleg, hogy láthatatlan fal van ott. Jaj, de jó, imádom a láthatatlan falakat. Egyszerűen imádom őket, tényleg.
úgy tűnik, hogy sajnos 2004-ben is azt a minden divat volt használni. Ez a pálya nem lesz a kedvencem, maradjunk annyiban. Ezt ennyi shieldes izét, Haj már, Meka, mi van veled? Hallod, mennyi HP-d van, öreg? Mi történt? Jaj, ne! Lefagyott a játék! Na, hello, itt vagyok megint. Egy kisebb technikai baki történt, ugye, és a előző felvételnél a játék úgy gondolta, hogy egyszerűen lefagy. De olyan szinten szarrá fagyott az egész, hogy se altabbra, se feladatkezelőre nem reagált semmit. Tehát gyakorlatilag esélyem nem volt kilőni úgy a játékot, hogy csak a játékot feladatkezelőből, esélyem nem volt rá, ki kellett jelentkezzek a Win10-ből. Ugye ez azzal járt, hogy minden más is ugye bezárodott, az összes futó szoftver. Úgyhogy köszönöm szépen, kedves játék! Meg szerencse, hála jó Istennek, közvetlen checkpoint után történt, úgyhogy visszatöltöttem a checkpointot, ugye automatikusan elmenti az összes checkpointot a játék, úgyhogy öröm az ürömben, ahogy szokás mondani, és remélem, hogy ezúttal nem fog összeomlani. Mindjárt kiderül, hogyha megint összeomlik, hát nem tudom, akkor majd, ja, hogy mindent reszetelt, nézd csak, jaj, köszönöm szépen. Hát, ja, itt voltunk, jönnek itt ezek a dögök. Na nézzük, hogy ezúttal bírni fog-e a játék a stabilitás szempontjából. Igen! Igen, ezúttal a játék kibírta, de hogy az előbb ez miért nem? Miért okozott problémát, hogy az előbb mitől fosta össze magát, nem tudom. Na mindegy, igazából ez csak nekem lesz nagyon kellemetlen, mert így jóval több többletmunkám lesz ezzel a két videóval. Minden majd valahogy összefűzöm a kettőt, valami kis ingyenes progival, azt jó van. De örültem volna, hogyha az... Na mindegy, ezzel már úgyse tudok mit tenni. Igazából örülnöm kéne annak, hogy egyáltalán volt checkpoint, hogy közvetlen checkpoint után történt ez a... ez a kellemetlen jelenség. Én sejtem, hogy most hova kell menni. Az a baj, hogy egy ilyen... technikai összeomlás, a játék összeszarja magát. Egyrészt nagyon-nagyon, de nagyon kizökkenti a játékost a játékmenetből. Engem is most nagyon kizökkentett. És úgy elég el tudja venni az ember kedvét a játéktól. Tehát még egy ilyen, és lehet, hogy akkor szüneteltetni fogom a projektet, mert azokat le fognak gurulni, ugye? Mert ez így... Na. Mondtam. Hát majdnem jól gondoltam. Mi? Várjál? Jó, nincs fagyasztóm! Nincs fagyasztóm még mindig.
mindig az nincs, ami a legjobban kell, ugye? Ismerős, mint az életben is. Itt a valós életben is. Anyátokat! Ezek magukhoz húznak. Ilyen, mindjárt meddöglök. Nem akarnak ezek is meddögleni amúgy? Tehát, hogy... Ja, hogy még ilyenek is vannak itt. Kösz szépen. De ezek nem akarnak úgy meddögleni? Csak hülyeségből kérdem. Na végre! Köszönöm! Hát ez... Srácok, ez... Ezek az ellenfelek fagyasztás nélkül, ez totális katasztrófa. Szerintem ez a pálya önmagában egy katasztrófa. Jaj, de jó! Nem tudom, mi hiányzott az életemből. Pont a shieldes köcsögök. Aha. Lehet erre nem kellett volna még eljöjjek, igaz? De túl sok shieldes van erre. Ajaj. Most se tudom mivel menjek ellenük, mert... Rakéták lennének a legjobbak, de hát ugye a játék azt nem ad. Kimondhatatlanul gyűlölöm ezeket az ellenfeleket. Végtelenül undorítóak. Na. Én mindjárt meddöglök. Andam. Hát ez... Nem hiszem el! Az igen! Azért remélem figyeljétek, hogy egyetlen HP-val túléltem. Egyetlen egy HP-val. Tehát egy titkos helyet őriztek ezek itt, aha! Most legalább van végre fagyasztón, végre! Meg van lőszar mindenhez. Meg kellett érte szenvedjek, az igaz? Alaposan meg kellett érte szenvedni.
Hát... Ez a pálya, ez nagyon finoman fogalmazza, egy undorító fos szar. Elnézést azoktól, akik ezt szeretik, de szerintem ez a pálya egy nagy kalap trágyadomb. Nem is a, nem a pálya dizájna van benne, hanem az enemy placement az, ami gyomorforgató. Ugye ezek nem ilyen izécsapdák. Á, de hogy nem. Hát ez itt garantáltan meg fogok dögleni. Nem lehet egyébként itt... Ez a pálya elején fogja elmenteni, ugye? Ja? Értem. Oh. Painkillerbe, könyörgöm, minek egy ilyen rész? Ez kb. Annyira illik be a képben, mint a Sirius szemekben. Tehát Tomb Raiderben még oké, de egy... Húha! Painkillerbe minek? Ez csak a játékos szopatása, semmi több! Ja, és persze... Azért remélem figyeljétek, hogy az előbb megszerzett 200 páncélom egy az egyben oda lett. Mert az egyik izé hozzám ért, ugye? Az egyik olyan kőtöm, úgyhogy köszönöm szépen. Na ezt mondom, ez a pálya annyira végtelenül mocskosú geci, már elnézést a kifejezésé, de ez a pálya, ez végtelenül undorító. Tehát ez mocskosú alattomos. Ezúttal szét tudlak titeket fogyasztani, ti buzik! Mi van? Mi? Téged is szét tudlak fogyasztani, te... Faszjankó! Jézus szentsége, Szűz Mária, mi van itt? Na jó, a következő csatánál, mondjuk ezt sajnálom, hogy nem tudom fölvenni azokat a HP-kat, a következő csatánál majd démon módban fogom tolni. Azért ez kemény volt. Elnézést a káromkodásokért, de ez az első pálya Painkillerben, ami rendesen felcseszte az agyam. Ezen a pályán úgy érzem, hogy ez a pálya csak a játékos szopatására lett létrehozva. Nem tudom, miért van ilyen érzésem, de ez az érzésem, tehát, hogy Többinél még úgy fair volt minden, de itt ez, nem tudom. Számomra ez már csak szopatás. Főleg az enemy placement az, ami miatt így gondolom.
Meg ez a izé, hogy végre sok-sok szenvedés után megkapom a 200-as ármort, és utána beraknak egy ilyen... egy ilyen kőcsapdát, hogy megy le a plafon, és akkor, hogy... ott egy az egyben... dobhattam is ki azt a 200-as ármort, hát ez így... nem tudom. Ez jó fel tudja cseszni az ember agyát. Ezért mondom, az a rész... ha még valaki... mondjuk el is viselni, vagy valakit nem is zavar az itteni enemy placement, az azért kőcsapda, az azért, az szerintem az egyértelmű a játékos szopatására lehet oda berakva. Egyszerűen nem tudok másra gondolni, mint hogy erre, sajnos. És az ilyen pályákat azért nem szívlelem, és azért is gyűlölöm ezt a pályát már most. Annak ellenére, hogy még nem vittem végig. Vagy ezt a perc soha többet nem fogom életem végigvinni a szétszentség. Mert egyszerűen annyira undorító, hogy arra nincsenek szavak. Ja, és a tarot kártyát meg nem fogom szintén unlakolni, mert most úgy veszem, hogy ott hagytam egy csomó olyan muníciót, amit fel kellett volna szedni. Na mindegy most már. Figyelj, ti buzik! Az a pehjetek, hogy felszedtem egy lelket. Most bekaphatja mindegyik köcsög. Na. Még mindig van 49 darab ellenfél. Nem szabadulunk meg tőlük olyan egyszerűen. Egyszer vége lesz ennek a pályának. Akkor boldog leszek. Azok a dagadt fejszések is annyira nonsense, hogy csak fagyasztással lehet őket kinyírni. Ja? Bocs. Lehet inkább itt kéne menni, ugye? Nekem oda le is kéne esnem, ugye? Tehát elméletileg... most kicseleztem ezt a leomlós részt. De elméletileg nekem oda le kellett volna most esnem, ugye? De nem, azt írja, hogy fölfelé... fölfelé kéne haladjak, akkor mi van? Ó, köszönöm! De... most akkor ez hogy? Most itt hogy menjek itt föl? Hát most csak lefelé tudok menni. A játék azt írja, hogy menjek fölfelé, de hát hogy menjek fölfelé? Jaj! Csak mondom, hogy láthatatlan fal volt ott, ahova át akartam volna ugrani, mert megpróbáltam esetleg a lépcsőhöz eljutni, de a játék úgy gondolta, hogy nem. Inkább oda raktak egy láthatatlan falat. Csak úgy mondom. Mi van akkor, ha én hagyom, hogy... tessék. Aha, látod? Látod? Nem szabad leesni. Nem szabad leesni. Ez itt fontos. Nem szabad leesni. De mégis fölfelé kell menni. Na, ezt old meg valahogy. Kap be, játék.
Ez az, omoljon le az egész hó... Föl kell bunny hoppolni. Tehát, hogy így hagyod, hogy ez itt leomoljon az egész, látod? Ott föl lehetett volna menni. Akkor az egész fágd. És kezdheted előre. Azért van itt egy checkpoint. De akkor ezt nem tudjuk fölvenni, ugye? Jó, tehát. Egyébként itt van egy láthatatlan fal, csak úgy mondom. Itt. És csak most megint meg fogok halni, mert föl kell bunny hoppolni, ugye itt. Látod? Itt. Itt van egy láthatatlan fal. Úgyhogy tök jó, tényleg. Jó, akkor még egy próbálkozást. Aj, hogy fogom én utálni ezt a részt. Jó, tehát fel kell bunny hoppolni itt végig. Aj, Istenem. De erről beszélek, hogy ilyen... Egy ilyen játékban minek betenni ilyen ocsmány undorító részeket? Tehát ügyességi rész, ugye? Minek ilyen egy painkillerbe? De most komolyan? Minek? Ide kellett feljönni, ugye? Mutatja a nyíl. De hát ez annyira nem... mindegy. Teljesen bullshit. Én ezt akkor is hülyeségnek tartom. Ugye pont ezt mondtam, hogy miért gondolom azt, hogy ez a pálya csak a játékos szopatással létrehozva. Hát pont az ilyen részek miatt. Tehát egy painkillerbe, Sirius szemben ilyen ügyességi részek úgy nagyon nem valóak. De úgy nagyon-nagyon nem. Jó, hát az ötös élet az ott is marad. És akkor most menjek ide le az alsó szintre. Feltételezem, hogy talán egyen lejjebb kell menni. Vagy? Ugye, ilyenkor most dönts el a játékos, hogy mit éve legyen. Mert ha abból indulok ki, amit az előbb tapasztaltam, hogy pár méterre zuhanás az instant halál, akkor ez is instant halál. Márpedig másfelé nem tudok menni. De akkor ugye jön a kérdés, hogy mi ebben a logika, ugye? Ha itt most ide leesnék, tegyük fel, hogy oda leesek, és nem halok meg, akkor az azért egy hatalmas nagy fasság, mert az előző folyosónál, ami leomlott, ott akkor miért haltam meg, ugye? De tudod mit? Nézzük meg. Látod? És itt nem halok meg. De érdekes. Pocs. Látod? És nem haltam meg! Ezt mondom. Az itteni pályadizájn egy totális katasztrófa. Ez egy fasság, tehát ez... Elnézést a kifejezésért, de ez egy fasság ez a pálya. Eddig messze ez a legszarabb pálya az egész játékban. Nem azért, mert hú, de extrém nehéz lenne. Nem azért. Hanem egyszerűen, mert unfair. Pont az előbb említett dolgok miatt. Aha.
Meg ez a köcsök kutyák miatt is. Aha, nem ám. Kiszed, öreg! Kívül is lehet itt egyébként. De most hirtelen megjavult itt a padló végig körbe? Jó. Ja nem, itt volt leszakadva, hülye vagyok itt. Itt, ez szakadt le. Se lesz meg az összes, ezért nem szedtem fel minden muníciót. Na jó. Menjünk előre, undorító, végtelen, visszataszító, gyomorforgató hulladék pályáról, mert ez annyira undorító volt, hogy a szavakkal le sem tudom írni. Ja, hogy még kisan nyírtam minden dögöt ráadásul. Az igen. Nem baj. De az összes páncért megtaláltam, csak azért nem fogok... Munícióból 95-ből 74-et. Jó, mindegy, jó, hagyjuk, nem érdekes. És most jön... Itt van még egy lezárt pálya. Ugye emlékszünk a második feje... Nem. Mondom, a második fejezet... Második fejezet első pályája is le volt zárva. Írja, hogy ugye csak bizonyos nehézségi fokon, ugye a legnehezebb nehézségi fokozaton érhető el. És a negyedik fejezetben a negyedik pálya ugyanígy le van zárva ezen a nehézségi fokozaton, tehát a standard gyári alapértelmezett nehézségi fokozaton ez le van zárva. Na ez érdekes. Ez... Jó, oké. Érdekes. Én inkább ezt a Babel nevű förtelmet zártam volna le, de jó, oké. Ez az én egyéni szoc problémám. Na. Nagy nehezen végig szenvedtem ezt a borzalmasan undorító, gyomorforgató, egy végtelenül hányás pályát, mert ez a Babel ez az volt. Lássuk be, a Doomban 100 000 milliárdszor jobb volt a Babel tornya. Itt ez egy hulladék, de végre sikerült, úgyhogy torony. Na, a torony ugye látható, hogy itt nem lesz több pálya, azaz ez egy boss fight lesz. Hogy is hívták azt a... Ugye itt lesz Lucifer jobb keze, szerintem a Alastor. Alastor, szerintem vele fogunk itt megküzdeni. De csak a következő részben. Megpróbálom úgy csinálni, hogy ez a Babel tornya, hogy egy videóban legyen, megpróbálom őket összefűzni. Még egyszer, hát nem tehetek róla, sajnos a játék ott azt mondta, hogy én itt nem vagyok hajlandó tovább működni. Összekakilta magát, úgyhogy sajnos két felvételben sikerült megcsinálni ezt a Babel tornyát. Ugye, tehát technikai szempontból is a Babel tornya egy totális katasztrófa, nem csak design, gameplay design szempontból az, de technikai szempontból is az.
Úgyhogy, ja, de megyünk tovább a toronyba, és nagyon-nagyon, most már csak reménykedni tudom benne, hogy a játék innentől nem fogja többet összekakilni magát. Nagyon remélem. Főleg egy boss fightnál, hogyha ott egy fagyás történik, főleg, hogyha az játékos már ugye előre haladott. Tehát, hogyha már jó sok HP-t sikerült leszedni a főellenségnél, és akkor történik egy ilyen összeomlás, játék összeomlás. Hát az úgy akkor szerintem sok játékos már úgy kiverheti a biztosítékot, hogy többet nem nyúl hozzá. Remélem nálam ilyen nem fog előfordulni, csak így előre szeretném ezt így leszögezni, hogyha nagy isten ott is ilyen megtörténne. De remélem nem fog, nem, remélem nem kiabáltam ezzel el. Mindegy, így sikerült a Bável tornya, sikerült, ahogy sikerült, és ennek ellenére, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és megyünk tovább majd a Mr. Bosszal, akár ki is legyen, az majd a következő részben. Szevasztok!